vagyok, második b osztályos tanuló. A rest leány. Volt egyszer egy gazdag leány, aki sohasem dolgozott, mert az anyja kényesen nevelte. Sokan kérték feleségül, de az anyja a kérőket mind lebeszélte, és azt mondta. Hagyd el, ne kér, mert dologtalan, s nem élsz meg vele. Megint megkérje legény, s az anyja azt is le akarta beszélni, de ez azt felelte. Hát kigyelmed olyan anya, hogy a leányának nem akarja boldogságát? Jössze hozzám hugom. Jövök bizény jó szívvel feleli a leány, és a legény azt mondta. Gyere, menjünk, s esküdjünk meg. Elmennek, s megesküsznek, és a legény a leányt elveszi, az anyja ellenére is. A leány csak ahhoz tartotta magát, mint az anyjánál szokva volt, ott üldögélt egy helyben, szép kényesen, pirimókosan, és a, a leány nem dolgozott semmit álló napestig, csak a lábát lóbázta. Neki az is mindegy volt, ha az ura szitta is érte. Reggel az ura kiment a mezőre, és mikor hazajött, azt kérdezte. Ma hányan dolgoztunk, anyámasszony? Ketten édes Hát akkor ketten is együnk, mondta a fia. kett ettek az ifjasszony étlen maradt, még este is és reggel is. Reggel, mikor az ura kiment a mezőre, sírt egy jó nótát, és utána sóhajtozni és gondolkozni kezdett. Egyszer az anyós azt kérdi az anyósától. Anyám asszony, ha a tüzet megszítom, dolog-e? Dolog, édes lányom, dolog. Megszította hát a tüzet. Azután azt kérdezte. Hát, ha a tűzre fát hozok be, dolog-e? Dolog, édes lányom, dolog. Hát, ha vizet hozok be, dolog-e? Az is dolog. Hát, ha kiseprem a házat, az is dolog. Vizet hozott, házat sepert, és az öreg megőrvendett, hogy jól kezdi viselni magát. Azokba beleindította, segítette, tanította. Mikor az ura hazajött, azt kérdi az anyjától. Ma hányan dolgoztunk, anyámasszony? Hárman, édes fiam, mondta örömmel, nagy örömmel az öreg. Na hát, hát akkor hárman segyünk, mondta a... Fia is örömmel. Az naptól fogva mindig hárman dolgoztak, S hárman is ettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.